Sziasztok! Ez a Kesteg utolsó adása az évben. Már itt van a nyakunkon az új év, 4 nap múlva szilveszter. A mai részben pedig az év során érkezett kommentekből fogunk csemegézni, de válogattunk a Pénzcentrum Facebook oldaláról is. A legvégén jön az én kedvencem, az pedig a Pénzcentrum Messengeréről egy válogatás. De mielőtt kezdünk, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornára, ha az év folyamán eddig nem tettétek volna. ...2023-ról mondhatjuk, hogy igazi mérföldkő volt a Kesteg életében. Az év elején megújítottuk a műsort, nem csak külsőre változott meg a műsor, hanem tartalmilag is. És ugye ettől az évtől kezdve már hetente jöttek az új részek, minden szerdán. Tényleg egy nagyon mozgalmas év volt, rengeteg helyen jártunk, rengeteg érdekes emberrel készítettünk interjút, és nagyon sok érdekes témát dolgozhattunk fel, és hát nem fogom végig sorolni, Pénzcentrum YouTube csatornán megtaláljátok a videókat. Iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornára. A nyaraknak itt Magyarországon egy örök témája mindig, hogy a Balatonnál milyen árak vannak, és azon belül gyakran emeljük ki a lángost, mint egy ilyen fokmérőjét az áraknak. Idén eltöltöttünk egy napot a Balatonnál, nem csak a lángos árát vizsgáltuk meg, hanem a lejutás költségét, a strandbelépő árakat, és a többi szolgáltatásnak, meg ételnek, italnak az árát is. Nem igazán számítottam rá, de egy komment rávilágított arra, hogy igazából mi a probléma a lángossal manapság. Az a baj, hogy szar a lángos, hiába drága. Eddig jogos. Tudjátok, hogy mitől szar? Hát só nincs a tésztában elég, akkor meg mit akarunk? Hát sót akarunk, hogy ne spórolják ki a sót a tésztából. De amúgy is, lángost meg régen ebéd után ettünk desszertnek, azért néznek ma így ki a fiatalok, mert most ebédre van lángos. Lángos desszertnek. De volt, aki ennél sokkal szűkszavúbb volt, és csak annyit írt erre a sok árösszehasonlításra, meg terepszemlére így nemes egyszerűséggel, hogy túlzás. Az év folyamán ellátogattunk Szabadfi Szabolcshoz is, vagy ahogy sokan ismerik, Szabi a pékhez. Pizzát sütöttünk, miközben elmesélte nekünk, hogy milyen nehézségekkel néz szembe a hazai pékszakma, hogy vészelték át a Covidot, és hogy lett mostanra egy sok üzletből álló vállalkozás. Nemzetközi összeesküvést leplezett le az egyik komment. Franciaországban van egy pékség, ahonnan az Amerikából érkező repülők viszik, veszik a kenyeret. Lehet innoválni. Egy másik komment a múltba révedő, a régi szép időket sírja vissza. Még mindig nem sikerült lemásolni az 1960-as mohácsi, zárójel gyári kenyeret sem. Hajrá 1 millió forint, amíg veréb van. Hajrá 1 millió forint. Az egyik rész azt a kérdést vizsgálta, hogy melyik a károsabb, az energiaital vagy a kávé. A részben dr. Zaher Gábor is megszólalt, beszélt nekünk a koffein káros hatásairól és a függőségről, de mindenre mi sem tudunk választani, például arra sem, hogy Fekete Laci is annak köszönhette az erejet. Én úgy tudom, hogy Fekete Laci a grill csirkének köszönhette az erejet. Valami ízét adjál át nekem, valami életbölcsességet. Fogd be pofád, ezt ennyi. Már több mint 130 ezeren megnézték azt a videót, amiben az Ekon testvérek üzleti tevékenységével foglalkozunk. Ők azok, akik rengeteg tartalmat gyártanak arról, hogy hogyan gazdagodtak meg, milyen gazdagok most, de valójában a vállalkozásukról nem sokat lehetett tudni korábban. Na, ennek jobban utána jártunk, és hát találtunk is érdekes, megkérdőjelezhető dolgokat, de hát minden nyomozás hiába való, hogyha lelepleződünk a kommentek között, csak a címet olvastam el, de már onnan tudom, hogy csak irigy vagy a srácok sikereire. Igen. Ebben a részben megszólalt egyébként Simai János készszakértő is, akivel korábban egy bicska tesztet csináltunk. Az Aldiból, a Decathlonból meg a Praktikerből vettünk ilyen olcsóbbnak számító bicskákat, és ezeknek a minőségéről kérdeztük Jánost, aki nagyon teljes körűen megvizsgálta ezeket, és egy csomó érdekes infóval tudott szolgálni. De a lényegét a videónak összefoglalja egy komment: ha tetovált emberrel hoz össze a sors, akkor azt mondom, szép időnk van, és elsétálok. Több mint 500 000 néztétek meg az albán pékségekről szóló videónkat, amiben a Magyar Pékszövetség elnökének nyilatkozatát jártuk körbe, amiben hát nagyon negatívan nyilatkozott a hazai albán pékségekről. Na és honnan tudhatom, melyik az albán sépkését, mind ugyanolán? Hazudik! Hazudik! Nem tudom, kire gondolt, remélem nem rám, de elviszem a balhét, ha kell. Lejárató kampány, gondolom. Én eszek továbbra is albán pizzát. Albán pizzát? De ez azért úgy felkeltette a kíváncsiságomat, és visszakérdeztem, hogy milyen az az albán pizza, nem számítottam a válaszra. Üdvözlöm, finom,
Cukros, de finom. Ma ettem gyömrőn. Kedves egészségére, ki fogom próbálni. A Pénzcentrum Facebook oldalán az aktualitásokkal kapcsolatban időről időre felteszünk kérdéseket a követőknek, az olvasóknak, például olyanokat, hogy te befektetted a pénzed, vagy inkább a párna szihára esküszöl. Itt ugye egy ilyen választási lehetőség hangzik el, még ha volna pénzem, akkor sem! Egy felmérés szerint minden ötödik magyar kevesebbet tervez idén költeni, és sokan lesznek, akik mindenen megpróbálnak spórolni 2023-ban, amint csak tudnak. Te mind spórolsz idén? Na, ezeket azért válogattuk be, mert ezek tényleg hasznos tippek. Nem adom fel a 12. havi számlákat. Ez marad a zsebben, ez már meg van spórolva. Valaki nehezményezte, hogy nem ő spórol, hanem a munkaadója a fizetésén, és ezen felmérés kapcsán beérkezett a leghasznosabb tanács is. Én nem rendelek meg felméréseket, A Facebookról pár óvatlan kattintás után az ember könnyen a messengerükbe találja magát. Ugye nagyon szeretnénk mindenkinek válaszolni, aki ír, de erre nem mindig van lehetőségünk, ilyenkor egy automatikus üzenet válaszol helyettünk. Hi, thanks for contacting us. We've received your message and appreciate you reaching out. Van, aki ezt nem veszi túl jó néven, és hát nem is így kell válaszolni egy olyan kedves üzenetre, mint például Gabikám, nagyon boldog névnapot kívánok. Millió puszi. Ha ez nekem szólt, akkor nagyon szépen köszönöm. Volt, aki csak annyit írt, a francba, de mondjuk négy felkiáltó jellel, meg egy kérdőjellel. A francba! Nem tudom, hogy kell kiejteni. Bocsi. Volt, aki pont ezt írta. Bocsi. Biztos véletlen. Mint amikor valaki csak azt írja, véletlenül. Volt, aki elég agresszíven kezdett. Csak nézem, hogy ez a rühes patkány mit és meddig hazudik. Hi, thanks for contacting us. We've received your message and appreciate you reaching out. Kösz, hogy figyeltek a közönségre, kellemes ünnepeket. Tényleg figyelünk a közönségre, és próbálunk segíteni mindenkinek, de volt, aki azt mondta, köszönöm, nincs szükségem segítségre. Jött a válaszunk, és erre köszönöm, már nem is érdekel a cikk, mert állandóan háborgatnak. Elnézést kérünk a háborgatásért, nem akartuk. Ha az embert valami zavarja, vagy nem hagyják békén, akkor ne féljen szólni. Hagyjatok békén, toro! Toro? Utána nyomatékosít, hagyjatok békén. Volt, aki egy teljesen új irányt jelölt ki az ország vezetése szempontjából. Először az összes bankárt el kell zavarni a fenébe, aztán az összes politikust. Majd egy juhász kell megbízni az ország vezetésével. Röviden ennyi. Hi, thanks for contacting us. We've received your message and appreciate you reaching out. Thanks. Te magyarul kérdeztél, magyarul válaszoltam. Most nyomozol, hogy tudok-e angolul? Nem undorít a viselkedésed? Hát egy kicsit de. Annak viszont őszintén nagyon örülök, hogy sokan vagytok, akiket nem undorít, sokan vagytok, akik követtek minket, nézitek a részeket, várjátok az újakat. Nagyon jó látni, és nagyon hálásak is vagyunk ezért. És köszönöm szépen úgy a saját magam, mind az egész Pénzcentrum szerkesztőségének a nevébe, hogy velünk tartottatok 2023-ban. Kövessetek minket a jövő évben is. Jövő hét szerdán már találkozunk is. Nagyon boldog új évet kívánunk mindenkinek. Sziasztok!